Hatodik alkalommal tartott szakmai napot a Megyei Kézilabda Szövetség. A rendezvényen a megyében működő sportszervezetek vezetői, edzők, korábbi és jelenlegi játékvezetők, versenybírók tekintettek vissza az elmúlt idényre, és osztották meg egymással tapasztalataikat. Abban mindenki egyetértett, hogy a koronavírus járvány óriási kihívás elé állította a sportág valamennyi szereplőjét. Egy nagyon nehéz időszakon vagyunk túl. Tavaly a Magyar Kézilabda Szövetség közgyűlésén Kocsis Máté elnök úr elmondta, hogy túlélési időszaka következik. Megmondom őszintén, hogy sokan nem gondoltuk azt, hogy ez mit jelenthet az elkövetkezendő időszakban. A nyáron mindenki azt gondolta, hogy ez egy nagyon rövid időszak lesz számunkra, nem lesznek nagy kihívások, de összeszembesültünk azzal, hogy maguk a bajnokságok felfüggesztésre kerültek, a gyerekek nem tudtak bemenni a tornatermekbe. Igyekeztük egyébként rugalmasan kezelni a helyzetet, úgyhogy nagyon gyorsan a TAO pályázatainkat átcsoportosítottunk, szerencsésen meg tudtuk rendezni még tavaly a strandkézilabda tornát, és idén is igyekszünk egyébként a strandkézilabda tornákat megrendezni. A szakmai napon díjazták a visszavonuló, valamint a jubiláló játékvezetőket, és elismerték az elmúlt idényben legjobbnak ítélt sípmesterek teljesítményét is. A megyei szövetség egyébként nagy hangsúlyt fektet a bírói keret bővítésére és a játékvezetők képzésére. A játékvezetőből sosem elég, megmondom őszintén, hogy a fiatalokat nagyon nehéz most már bevonzani erre a szakmára. Minden hétvégét, szombat-vasárnapokat ennek kellene szentelniük. A fiatalokat már kevésbé vonza azt, hogy ezeket a kötöttségeket vállalják. Nekünk kell szimpatikussá tenni, elkötelezetté tenni őket. Ezek egy újabb kihívás egyébként nekünk megyei szövetségnek, de nem csak nekünk, hanem országos szinten is. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az élvonalban van női és férfi párosunk is. Van olyan játékvezetőnk, akik NB1-ben vannak, és már feljátszók az NB1-ben. Azt gondolom, hogy biztos, hogy segít az is, hogy az Országos Játékvezető Albizottságnak vagyok a tagja, és látom, hogy azok a kihívások vagy elvárások, amivel szembesülnünk kell, és ezért nagyon első kézből tudjuk az információkat, hogy hogyan tudjuk őket felkészíteni. Mindent megteszünk azért, hogy a képzésükkel sokkal könnyebben tudják betagozódni, és hamarabb tudjanak lelépni a lépcsőzetes rendszerbe. Az elmúlt évben elmaradt a Junior Kupa nemzetközi utánpótlástorna, amelyet, amint a körülmények engedik, szeretne megrendezni a szövetség. Csak úgy, mint a hagyományos strandkézilabda tornát, illetve tornákat, amelyeknek három megyebeli érvényfürdő adott otthont júliusban és augusztusban.